Hát a reggeli köded eléggé változatos. Menni, ott is van egy forrás, ahol van az a utánfutó kocsi. Mindig mindig van. Az emberek, az a kő, az a sok szikla. Egy ember áll elő. Hát ez a minden. Jó, ott van egy, van egy nagyon jó forrás. Jaj, 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 és ott lőzik a vizet a sárkózóra. Szóval tőzik a forrás vizet maguknak. Kiestek, akkor már 15 euró lesz egy. Vagy 20. Ja, minden nap úgy támasztok. Tényleg ez mint a másik csapat lenne. Hát igen, nincs meg. Nem várnak el menni. De édesek. Asszisztenésre. Jesszus, ott fölmennek szépen. Ez kis hülyé. Jó, hogy a kis hülyé. Hát, nem oda válasz, volt. Ez a román. Ez a boba, ugye János? Vagy ez már kavicsos körös, vagy mit mondtál? Kavicsos körös. Ez már a kavicsos körös? Hát igen, mikor a galben a belé folyik, attól kezdve nem boga és nem galben, hanem kavicsos körös. Aha. Különben kéne. Belényesen vagyunk. Rossi és magyar remete felé fordulunk. Az már nagyon messze van. Ez itten a Rossi a patak. A Rossi. Itt a vízimalom, ez a rossiai vízimalom. Oda a belépődíj van, öt lej vagy mennyi a belépő. Ez a Lázur patak. Biharossán, Rossián vagyunk, jobbról jött, folyt le a Lázur patak, ott mentünk el a Lázur de Rossiá, írja, ki is van írva. És ott jöttünk el a vízimalom mellett. Ez az egész vidék, amin keresztül megyünk, karsztvidék, egész fel révig, mészkő. Tehát itt mindenütt az van, hogy a víz dolgozik és kioldja a mészkövet. Tehát érdekes formációkkal találkozhatsz szinte bármelyik faluba. Természetesen nem egyformán híresek ezek. Volt olyan kirándulásunk, mikor feljöttünk autóval idáig, és akkor itten látjátok szembe azt a dombot, ott nekiugrasz, felkapaszkodsz rá, tetejére az erdőszélén bemész az erdőbe, keresel valami jelzetlen vadcsapást, és elindulsz Sonkolyos fele. És ha szerencséd van, akkor délután eléred a Misit, a bíróbarlangot, de vissza is kell ám jönni, mert az autót azt itt hagytad. Szóval ilyen kirándulásokat szoktunk csinálni, amik nincsenek, nem jelzett utakon. Ezt úgy hívjuk, hogy felfedező kirándulások. Az arra fele van, ahogy mondják, hogy a Hordók. Hát a Hordók az egy kiránduló hely, akkor a Hordók vannak, olyan 200 literes Hordókat felcipeltek, és tiszta üres, és belül betettek két ágyat, és a turisták abba alusztak. Tehát csináltak egy ilyen Hordókból készült kempinget. Ez az érdekessége. De odáig elmenni, innen gyalog, messze van, autóval meg elég sokat kell kerülni. Most már fék is elkezdett. Hát itt ilyen kacskaringós az, végig még Brátkára beérünk, ilyen lesz. A futballpálya, ahol letesszük az autóbusz. Végre. Ez a révi szoros. Lehet focizni. Volt mikor mi jöttünk és még fociztunk. Itt van. Hopp, 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 hopp. Itt letesszük a buszt. Lehet még előre menni, nem fogsz tudni megfordulni. Jó.
Ha előre mész meg. Na ott lesz a szikla. Figyeld a gyerekek, hogy teszik a kapcsolatban. Ez beszállt. Leszállunk a buszról, és tartok ismertetőt. Hát akkor ez a 9 te veled, és megyünk is a kilátót. És azt követően fogjuk megnézni a Csepke barlangot. Na, én... hát itt kéne legyen, hogy itt vagyunk mink. Itt na, hol vagyunk mi? Ott. A mi pirítán Krisztó Repede, Pesterá Unguru Máre, az a másik vége. Akkor mint itt vagyunk, és itt jön a vasút, itt jön a folyó. Kászáz mi azt meg. Most itt az a kék pötty. Aha. Itt kezdjük a trasszét, most. Igen. Ezen jövünk, mink körülbelül ennyit fogunk jönni. Aha. Vagy maxim idáig, semmi igen. Többet. Igen. Mert nincs idő. Igen. És akkor itten, ez, itt a vasaltút, ahol igen. Itt írja ez a sárkány. Igen, micsoda. És innen visszajövünk, átjövünk itten a vasút mellett, átjövünk igen. Ezen az új hídon. Igen. Ezen a piros jelzésen fogunk jönni, itt a barlang. Aha. Aha. Tehát megcsinálható, nem hosszú, nem nagy. Aha, kihagyjuk az összes többit. Jó, érthető? Uh-huh. Tehát a kék pöttyön előre. Ez állt az Orbán a bányát. Ott vannak a többiek, nem? Igen, a csapat többi része ott lent, húzalút menti. Ne menj el, hé! Bele is kell tenni? Hát igen, igen. Ja. És az mindig egy letérő. Az Eskimo barlanghoz. Na itt a kis csoportos foglalkozás keretében egy kis túra. Röpködtek a denevér. Fölveszett, hogy lihegünk. Na itt van egy kis úgynevezek a Hajbéliák, hogy vasalt híd. Még egyszer, nem tovább egyszer kell megnyomni. Köszi. Nem kell csak. Jó, így is egy... Úgy, na, még odáig fölmegyek. Na most akkor lejöttünk, és mi is megyünk a barlanghoz a többiek után. Itt a körös, és ott voltunk fent az egyik pupon. Zicsi barlang, másfél kilométer. Folyóval jövünk párhuzamosan, a többiek meg a vasúti pálya mellett. Az viszont te túloldalon van. Elég magas itt a víz, és nem rég esetett jócskán, mert sáros. Kicsit botorkálos a pálya. Hát igen, elkövettem, mert a többiek elmentek, de legalább a végesés megvan. Itt van, ez a Zicsi barlang. Körvezet, nem az az igazi, a fejlámpa kell. Látom, látom. Így is kellett látni, jó. Az nincs megvilágítva. Mikor nagyon szépek, és fehérek, mint a leszlényi barlangba. Vagy a medve barlangba. Na, itt alattunk.
Itt alattunk a patak. Igen, mert azt most fedezték fel, nem olyan régen, ez ő már az 1800-as években fel volt fedezve. Gondold el, hogy ez 100 éve csak tört el. Ennyi módot nem láttok, ennyi. Itt a pokolban van. Fel van a krokodilfej, meg a szószék. Ó, hát ezt innen. Isten látogatok, hogy ezt be fogunk menni az alagunkba. Meg kérem önök is, hogy vigyázzunk a fejét. Azután bemegyünk a videót a pokolba. Ottan jövő kicsit bujkálunk. Igen, én beszorult egy-két ki. Na, itt ez a legmagasabb terem. Tisztelt látogatók, ez a legnagyobb szobája a barlangban, amelyiknek azt mondják, hogy a nagy szoba vagy a tánc terem. Előttünk van a vízeső. És a függő. Szerelem, talán patatlan. De hol látod? Hát ott! Na itt egy fotót csinálok, tudsz állni? De meg lehet, hogy mondják. A kérdés az egész. Egyesek szerint ez például sütőtöp, mások szerint egy földgömb. Hoppá, majdnem elestük. Hát ez az ajánlat, az már a külülre.
Vigyázz, 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 nem áll meg. Vigyázz már. Itt van a valós, itt nem figyeljétek. Itt van, ott a kőben látom is a... Itt van a valós, látjátok jobb oldalt? Igen.